Most hétfőn volt egy Zorg-villában egy látogatás, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának két történésze jött el, meg a Zorg családnak az egyik leszármazottja, Zorg László, a Zorg Antal, aki a volt, annak a Jenő fiának a fia, Budapesten él, Moszkva téren, és akkor pont a Zorg családot kutatta egy történész, és akkor itt találta meg őket, és ők jöttek így együtt ki. Tehát három történészet építész meg a Zorg László, megnézték az épületet, és akkor abban maradtunk, hogy elég sok információja van mindegyiknek, hogy csinálnánk valamikor egy Zorg Villa napot, amikor a villa történetéről, meg a család történetéről lenne egy ilyen közös előadás, és próbálnánk a Nemzeti Emlékezet Bizottságának is a segítségét kérni, hogy hát meg lehetne van bármit mozgatni ennek ügyében, hogy a Zorg Villát vagy népszerűsíteni, vagy pedig bármifajta. Illetve most meghirdették ezt a kastély programot is, meg kell próbálkozni. Ez a baj, hogy úgy szól, hogy adóból lehet leírni, most az önkormányzatnak ilyen nem ilyen. Az egyik, a másik viszont az, hogy most 80 újabb kastélyt akarnak fölülíteni a következő időszakban, az első mond beszélt róla. Tehát, hogy hát ők is tasítani, hogy valahogy beférni, valahogy. Mindegy, annyi az, hogy élőtt megnéztük, és neki is nem tetszett, és remélhetőleg össze fog jönni egy Zorg Villa nap valamikor a nyár folyamán. Aztán Moholy Nagy Egyetemmel még a polgármesterről tárgyaltunk. Van egy építészeti intézetük nekik, ugye ez a képzőművészeti egyetem volt régebben, igen, és eljöttek egyszer a strandra februárban, és akkor kiadták ilyen tanulmányi munkának a diákoknak, hogy nézzenek rá a strandra, és hogy amit gondolnak, hogy mit változtatnának, mit csinálnak másként, és most volt múlt szerdán napközben ennek a prezentációja, és megkérdezik engem is, hogy pont el tudom menni, és a lényeg az, hogy 5 csoport volt, 5x3 gyerek adott elő, és akkor különböző, hát volt, aki teljesen újra gondolt az egészet, volt csoport, aki pedig ezeket a dolgokat szerette volna, hogy ebből újakat felépíteni. A lényeg, hogy érdekes volt, tanulságos, és majd CD-n átadják nekünk ezeket az anyagokat. Igazából semmi kötelezettség nincsen, hanem ilyen ötletek vannak rajta, és mondtam, hogy akkor ezt szívesen fogadjuk, és meglátjuk, hogy közösen egyszer megnézzük itt is. És akkor hát, ha látunk benne. Első éves hallgatók, tehát igazából nem annyira mély az ő felvétéseik, de mindenképpen érdekes. Volt olyan is például, aki azt mondta, hogy a Dunára egy kis stranddal összekerekült a Dunával, tehát mindenféle elgondolás volt a nagybedence, de azt, mindegyik azt mondta, hogy a büféket ugye egy helyre kéne rakni, ez mindegyiknek ez volt a koncepció, de ez nem egy újdonság, ezt mi is tudjuk, hogy lenne a jó megoldás, hogyha lenne. Lényeg, hogy a tanszékvezető, akivel találkoztunk, a Juhász Ákos, ő mondta, hogy ő szívesen tovább dolgozna ezen, hogyha látnánk benne fantáziát, akkor később én sokat egy irányba el lehetne indulni, és akkor megint kiadhatnánk ilyen projektmunkának. Illetve ő is mondta, hogy az Orbi a gondolkodásra is szívesen gondolkodna velünk, úgyhogy fel fog minket keresni, és gondolkodjunk tovább benne erről a dologról. Tehát ez a Moholy Egyetem. Csak egy érdekesség, a múlt hétvégén volt a Pávlov Patak Mártának a regényének a felolvasása, maraton formájában, délután, szombaton és vasárnap a Voszpil Adrián meg a Soméka szervezésében 3-tól este 10-ig hangosan olvasták fel a Patak Mártának a könyvét, és ez egy akkor is vett egy hanganyagra, videóra is, úgyhogy egy érdekesség, mint egy ilyen felolvasó maraton. Sikerült, az egész könyvet olvastuk hibátlanul, és a hanganyag is megvan, meg a Kristóf csinált egy ilyen kis filmet róla, úgyhogy érdekes dolog volt, meg sikerült is kitűzött fél. Aztán a Küllei György... Igen, mi is hozzájárultunk, igen, annak a könyvet. Elég vastag könyv, de a kiszámolt az Adrián, hogy hány ember, hány óra, 10 percenként váltásokkor, és akkor 4 ember volt egy 2 óra beosztva, 10 percenként sem értük egymást, és végül is így sikerült teljesen szavályosan felolvasni az egész könyvet, úgyhogy nagyon. És egy jó kis könyvbeadású. Úgyhogy aki még nem olvasta, az olvasson bele, meg olvassa is el. Küllei György kiállítása, erről már biztosan beszámolt, ha emlékeztek rá. Küllei György magyar lányfölösi származású pap cserkészvezető volt, és az ő életükkel és a gulágon való raboskodásának a történetével pályáztunk. Mennyi összeget nyertünk? 2.200.000. Erről a projektről ennyit nyertünk. És ebből beszéltük, hogy október 1-én szombaton lesz egy nagy kiállítás, amikor össze kell a cserkészekkel állítani ezt a 21 néhány tablót. Ez egy vándorkiállítás lesz, amikor később több helyre el szeretnék vinni, Dunabogdányba, Németországba. Münchenben érdekében sok helyre, és a külmagyarabb cserkészeket szervezte. Tehát mindenképpen.
Úgyhogy ez egy projekt, ez lényeg, hogy folyik a cserkészekkel az együttműködés, és reméljük, hogy sikerül megcsinálni. És ugyanerre a projektre nyertünk 1 millió forintot szintén a Dajó Oltából kiadványra. Tehát amit anyagot összegyűjtünk, abban egy kiadvány fog születni egy könyv, és akkor az is megjelenik kb. Egy öltön. Úgyhogy ez már 3 millióval megy ez a kövlei projekt. Amivel sok munka van, meg sok feladat, de nagyon szép dolog, úgyhogy benne vagyunk javában a munkában. És az Orvidálánál a június 18-ig megálljuk, ez a másik pályázat volt, erre mennyit nyertünk? 2 millió forintot nyertünk, az 56-os emlékprogramnak az Orvidálánál lehetően című projekttel, programsorozattal. A közép-kelet-európai történelmi és társadalmi kutatását közalapítván 1956-os pályázati irodát. És az első eseménye lesz majd június 18-án szombaton délután, mindenkit szívesen és szeretettel várunk. Legyéci Nagy László, illetve a Nemzeti Emlékezeti Bizottságának az elnök asszonya fog majd beszélni a filmvetítéssel együtt, és az Orvilának a megtekintése, és ezzel is próbáljuk az Orvilát csak népszerűen, hogy hát ha valaki valami lát egyszer benne, és hát ha még egyéb hasznot is tudunk belőle húzni. A cserkészek előtt pályáztunk, és ennek lesz majd része még október 23-án, és november 4-én is két események. 5. Igen. Ugye most a nagyobb újra temetésének az évfordulója aztán október 23 és aztán a forradalom bukásához van kötve ez a 3 évforduló. És ez érdekesség, hogy a beállított tudtak venni széket a faluház keretében, tehát 60 műszékkel gazdagodtunk, amit most az Orvilában lepúztak le. És akkor már holnap este is ott lesz a program az Orvilában, tehát lesznek székeink. Holnap este 6-tól 8-ig az Orvilában várok mindenki szeretettel helytörténelé nap keretében az eddigi fotók, társasjáték, legendaiok, pályázatok, a győzteseit fogjuk hirdetni, illetve elkészült a Life of kisfilm, ami egy rövid idegenforgalmi szélű drónnal forgatott film volt. Én már láttam, mert tegnap átküldték nekünk. A lényeg az, hogy ez egy 6 percnyi lett a film, a Dörner György a magyar hangja, és egy 6 perces kisfilm Life of szépségeiről. Abban maradtunk a szélűvel, hogy nem mutatjuk el senkinek, hanem ott levetítenek holnap, aki eljön, és akkor ez még a nyers változat, ami azt jelenti, hogy mondták, hogy még lehet rajta változtatni, tehát hogyha ott mindenki megnézi, és akkor összetudjuk, hogy valakinek van a jundák, tehát hogy valami nem annyira jó lenne, akkor még van mód a mondatására. De lényeg az, hogy nagyon szép. Elég így nem akarjátok levetíteni? Lehet, hogy még arra is volt. Hát azt kezdem, mert szerintem egy azt sem tudjuk le. Jó, elvisztük azt, hogy mi van bejegyén, ha időt belefér. Úgyhogy, és akkor úgy akarjuk a évvégén kiadni, hogy a 96-os filmet, meg ezt az új filmet egy-egy DVD-re berakni, és egy kis ilyen disztókba, és akkor ez egy nagyon jó szép reprezentációs ajándék is lesz a későbbiekben. És tudjuk adni majd. Úgyhogy, ha holnap aki el fog jönni, az beleszólhat meg a filmnek. Bár én azt mondom, hogy majdnem tökéletes, de nyilván, amikor elkészül, akkor aki nem volt benne, az mindig látja hibákat is, majd várjuk. Részvételeket, ez lesz tehát akkor az Orvilában holnap este, meg a június 18-án. És akkor ide kapcsolódva viszont szombati programokat is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki is egy videó nézi, akkor annak is, hogy szombaton találkozunk 10:30-kor a Zöld Toronynál, akkor a helyzetőkörű tanösvénynek a feladatása lesz, elkészült egy időre kapcsolódva, de minden sikerült, úgyhogy megvannak a táblák, az osztopok, most ragasztja a Szildi meg a Tóriai Brigitte, az András nevű férje, és akkor 15 helyen lesz a faluban egy ilyen állomások, és körbe lehet járni, körbe lehet sétálni. Ezzel is sok munka volt, de úgy néz ki, hogy reméljük, hogy szép lesz, ameddig ennek bontják az emberek, pedig ez egy nagyon szép látványosság lesz majd. Úgyhogy ez van 10:30-kor. Aztán délben a hajó köszöntése jön, az első kiránduló idén, és akkor ennek lenne egy ilyen kis köszöntése a két világháború közötti hangulatnak a visszaidézésével. A hajóállomásnál oda is várunk mindenkit, majd pedig egy órától ünnepélyes keretek között átadjuk a fitness parkot, és akkor itt kell elmondanunk, hogy milyenek az emberek. Egyrészt nagyon vágyhattak rá, mert amikor még le volt kötve, le volt kordonozva és le volt egyenlozva, és ki volt a több helyre is, hogy ne jöjjenek hozzá, már két napra később letékezték róla mindenhol, és akkor ugráltak fel az emberek. Illetve aztán Gyulájtényt iratták egyenként is mindegyikre, hogy ne jöjjenek hozzá. Én szombaton reggel jöttem, ott voltak a táblák, hogy ne jöjjön hozzá senki, és legalább 10 darab eszközön valaki ugrált, megjátszottak, megcsinálták. Tehát hogy ott volt a tábla, de őket nem zavarta, és nem lehet használni, és mindenki használta. Ez egy érdekes dolog, hogy nem befolyásolt az emberek, hogy mondjuk, hogy nem lehet használni. De nem lett tartós baj egyiknek sem? A legelső
az volt a legizgalmasabb, hogy, hogy akkor nem mozog-e ki a helyéről. Hát most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy talán megúsztuk. Tehát akkor, amikor mi keddi napon elkészítettük, és akkor gyakorlatilag az, van, az volt, hogy, hogy egy hetet kértek volna. És akkor már szombatra, de olyan gyönyörűen letakarította valaki a fóliát róla, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hogy volt bátorsága, hogy nem azt, hogy csak letépkedte, hanem úgy be volt fóliázva, mint amikor becsomagolnak egy ilyen becsodát, ajándékot. És hogy ne lehessen megmozgatni, meg ne lehessen használni, ettől függetlenül valaki gyönyörűen letakarította. Akkor másnap megint lekötöttük, megint kiszalagoztuk, abból következő reggelre megint nem lett semmi, tehát valaki nagyon azon volt, hogy ez működjön. És akkor ennek megfelelően azért lett kár, mert nagyon sok helyen a rögzítések kimozogtak. Tehát aminek még, amihez még jó lett volna, hogyha nem cseszegetik, úgyhogy a múlt héten, pénteken itt voltak a gyártó részéről, és újra gyakorlatilag szinte minden rögzítést újra csavaroztak, újra beragasztva a csavar, meg mindenféle kunsztok, amit el lehet képzelni, reméljük, hogy ezt megúszta. Akkor is ki volt táblázva, de ezt ugyanúgy nem törődött vele senki. Sőt, aznap, amikor mi ott szereltük, ott volt föltéve a tábla is, és ott állt vele szembe a gyerek, és csinálja, tehát ilyen, hogy hívják, használja a gépet, és ott van előtt a tábla, és akkor rászóltam, hogy te mondom, nem tudod elolvasni, mi van odaírva, anyuka rögtön rámutott, hogy hát hogy ne tudna a gyerek olvasni, hát már nagy gyerek. Jó, hát mondom, én azt hittem, hogy rá tudja, hát most. Úgyhogy, na mindegy, végül is ott hagyták, de nem volt semmi értelme, tehát semmi haszna nem volt, abszolút nem törődött vele senki. Akkor ma, most a héten elkészült az ütésvédelme, meg megszóltuk, hogy hívják, kétszer ostátomokkal az egész partot, hogy ne, tehát az egész összes játékkal, amivel megcsinálták a feriék, hogy ne legyen sár. Hát aztán majd meglátjuk, hogy fog működni. Itt az izgalmas, nem lenne szükség rá, csak van egy ilyen ötszögletű nyújtó, borrással egyéb cuccok vannak rajta, az alá van kötelezően, hogy kell, hogy legyen ütésvédelem. Ezt homokkal oldottuk meg az ő ajánlásukra. Nem ragozom, hogy milyen irányba próbáltunk elmenni a gumiburkolattól kezdve. De muszáj olyat csinálni, amikor netán vissza a víz, akkor, vagy jön az árvíz, akkor az nagy veszteség megérje minket. Úgyhogy ezt a Molnár Feriék megcsinálták. Én ma reggel voltam lenn, hogy megnézem, hogy milyen állapotban vannak. Rendben van, most úgy tűnik. Reméljük, hogy az avatóig is rendben lesz. Jönnek az avatásra a cég részéről, és lesznek, akik tehát ismertetik az eszközöket, illetve lesz bemutató ezzel kapcsolatosan, hogy ki hogyan, illetve hát akik már nagyon tudják ezt használni, azt hogy használják. Tehát lesz cél, hogy mit lehet elérni ezzel, hogyha ha valaki ott dolgozik rajta. Egyébként én a részemről csak azon ki, hogy a Facebookon volt egy-két idióta ellen drukkolás, meg ellenszegülés, azon kívül mindenkitől csak, hogy hívják, pozitív megnyilvánulás volt, úgyhogy én örülök neki, remélem, hogy fogjuk tudni használni, mert fog tetszeni a népnek. Csak ez a Facebookhoz, hogy én raktam ki a Life Rohanóra, és volt két hangos ellenkező, hogy milyen rossz, de valami 92-en osztották meg amúgy, és annyi számtalan sok lájkot, tehát mindenki tetszik, csak ugye akinek tetszik, az örül neki, és akkor egy-kettő, aki hangosan ellenkezik, az, mert hogy miért mit akarok, hogy a túl közel a bicikli úthoz, meg aki ott akar sportolni, az zavarja a biciklistákat meg ilyenek, de mindig tele van az emberekkel az összes, tehát látszik, hogy használják az emberek, miért nem tudtuk el kell volna dugni valahova, mert mindenki használni fogja, tehát össze-vissza beszél mindenki. Már ez a két vagy három ellenkező, de igazából a nagy többség azt örült neki, és azóta is mindenki azt mondja, hogy milyen jó dolog, úgyhogy erre büszkék is lehetünk szerintem. Ezeket szeretném volna, hogy köszönöm szépen. Illetve még a szombat délután. Szóval igen, akkor én folytatom, és ugye akartam is kérni mindenkit, hogy a holnapi programra ha lehetősége van, akkor a holnap utánra, meg különösen. Hát itt van a meg
hétvége, újság is megjelent, internetben fönn van, úgyhogy reméljük, hogy komolyan egész évben lesz. És a Fitness Park hallgatás után, ugye 16.30-ban lesz a Hegyvőtereti Múzeumnál a Lányfordi Remények átadása. Ott, úgyhogy oda is kérem, hogy akkor jöjjetek el a Laudációt, én fogom tartani, és azt mondta, hogy ez így jó, akkor jön. És akkor 17 órakor pedig lesz a kiállítás, a régi képes kiállításnak a megnyitása. És akkor ezzel zárul ugye a szombati program. Úgyhogy szerintem jól sikerült, köszönjük szépen a beállat, igen. Én szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy ezt a tartalmas programot meg a Dolyan Andrásnak, hogy a tanösvédben volt. Illetve még azt szeretném mondani, hogy a hajlalomással Vasdorik László az ember jön, és ő is várjon majd az első hajót, hogyha esetleg mindenképpen említsük meg. Ekkor, amikor még két csináltuk a plakátot, még nem jelezte vissza, most már biztos jön. Jó. Tényleg kérem, hogy holnap gyertek akkor mindenki, tehát de holnap aztán meg különösen is, jó? És akkor még úgy most már itt van a sajtó, még kapunk egy oldalra, ez a, tudjatok róla, hogy a felújítás, ott nagyon jól megbesült tárgyaknak a díjazása. Előre falu megújításban tett különleges teljesítményet, kicsi oklevélet és megcsinál részesült Lányfalu nagyközség. Személyesen Pintér Sándor eredeti alá és vállalás. Köszönjük Gurinak, Andrásnak. Én nem tisztem, hogy remények, de ők nagyon tényleg le akartak választani, hogy megcsinálták. Igen, hát látom a funkciója is. Fordi. De majd a tényleg valamit kéne csinálnunk, és megígérem ünnepélyesen, hogy le fogjuk venni. Jó, köszönöm. Hogy le fogjuk venni, annak semmi értelme nincs, ami szembe a váró helyen van, van egy térkép, ami ráadásul ránkban alig-alig van rajta. Tehát egy valami, nem is olyan fejtőn. És akkor annak már helyére fölteszik ezt. Szépen, azt is megígértem, meg van meg a valósítani. Jó. A napi rendelőt még valami. Köszönöm szépen. Akkor a mai napi rendhez valami. Oké, akkor fölteszem kérdéből a szavazást, hogy elfogadjátok a napi rendet. És akkor a lakásnak átadom a szót. Köszönöm a szót. Tolvánostéről 5 határozat volt. Lányfalu Nagyközség önkormányzatának képviselő testület, a későbbiekben képviselő testület az 56/2016-os számú határozatával egyetértett a Lányfalui Móricz Zsigmond általános iskola maximális tanuló létszámának 345 főről 365 főre való emelésével. A működtetői véleményt továbbítottuk a Klébezben intézményt a fenntartó központ, Szentendrei tankerülete felé még működnek. 2. A képviselő testület az 57/2016 számú határozatával elfogadta a beszámolót a 33/54/2016-os számú határozatok végrehajtásáról, a döntéssel kapcsolatban egyéb teendőnk nem volt. A képviselő testület az 58/2016 számú határozatával dr. Verecki Johanna fogorvos asszony 402/2016 számú kérelmét, azaz az önkormányzat költségére való klíma szervezett berendezés felszerelését elutasította. A döntést továbbítottuk a fogadós asszony felé. 4. A képviselő testület az 59/2016 számú határozatával a hétfői napokon 14 órától 16 óráig, a keddi napokon 11 órától 13-ig tartó fogorvosi magárendelés folytatásához nem járult hozzá. Nagyon fájlott a fogorvos nőnek a döntések, ezért különösen a másodikat. Járt nálam, nem értett egyet vele. És hát szemrendszeres tett nekem, hogy nem hívta meg el az ügyét, mert ugye itt elhangzottak a praktizálását, írt váltak, és ő erre nem tudott válaszolni. Én elmondtam neki is, mit tett, hogy ez szándékos volt, nem akartam én tanul belemenni, hogy szembesüljön, hogy tudomásba.
Véleményem szerint a másodikat megkaphatta volna, mert a lehetőség tette volna az a klasszisát. Jó, és ötödik. A képviselő testület a 60/2016 számú határozatával Leányfró Nagyközség Önkormányzata és Budapest Videó Stúdió Kft. Közötti szerződés határozat idejű jelenlegi önkormányzati ciklus végéig szóló meghosszabbításával és módosításával egyetértett a szerződés aláírásra kerül. Ennyi volt. Valakinek valami? Nem. Akkor felolvasom a határozatot. Képviselőtestület, Leányfró Nagyközség Önkormányzata és Képviselő és elfogadójának András alapviselő tájékoztatóját az 56/2016 a 4. fókuszínűleg egy számú határozatot végre rajtásához. Velinket kérte az? Második napi rend. Ugye ez szerencsére most már ugye a 30-on látjátok, talán már kívülről is tudjátok. A pénzügyi bizottság is tárgyalta, és tulajdonképpen ez az anyag, ez volt az utolsó módosítása a költségvetésnek. Egy az egyben ugyanaz az anyag, mert ezen az évben a pénzügyi osztály már feltöltötte a teljesítést is, és így tulajdonképpen nem kellett változtatni rajta. A lényeges számunk ugye benne az a más harmadik oldalon, ugye 567.950.279 forint volt a bevételi főösszegünk, és a kiadási főösszeg 503.365.118. És ugye a pénzmaradvány pedig az év végén 64.585.061 forint. Tulajdonképpen ez a, ami leglényegesebb, szép anyag, tehát most azért kiforta magát már lehet mondani, hogy már most nem szép egységes. Valakinek valamilyen... Nincs, felolvasom a határozatot. A pénzügyi bizottság javasolt az elfogadása. Tehát a Leányfró Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete az előterjesztés egyes számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja a 2016. 5. 26. önkormányzati rendeletét, Leányfró Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015 évi költségvetésének végrehajtásával. Ezzel egyetért az. Köszönöm szépen, tehát akkor ezzel kezdődnek a múlt évek hazártuk. A pénzmaradványok az ismeretében szükséges lesz hamarosan a költségvetésüknek az idejének az első módosítása. Harmadik napi rend, a termelfüggő beszámolja könyvvizsgálói jelentést. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Itt némileg módosultak a határozatok annyira, hogy nem bevallottam a pénzügyi bizottságon, hogy ugye nem voltam toppon és nem ástam bele elég mélyen valam. Aztán utána valami derenget, és Attila segített nekem. Tulajdonképpen a határozatok száma is csökken, mert ugye novemberben elfogadtuk a 2015-nek a beruházásait, mint a bérleti díjnek, tehát erre nem kellett a határozatot hozni. Most pedig ugye szerepel benne az, hogy a 2016-os évben tervezettek fejében a, tehát magyarul egy határozatra kevesebb. Helyesen, novembernél fogadtuk már a múlt évnek a bérleti kompenzációját. Úgyhogy szerintem úgy változtattuk meg, ahogyan a szó volt, ugye én nem voltam itt, tehát végighallgattátok a gondolom én a hozzászóltam. A Bajadóra is, mint könyvvizsgáló, és akkor a felvizsgálatának a ismerékelve volt a hozzájárulása, hogy valaki akarja valamit hozzátenni. Jó? Akkor a határozati javaslat. Leányfró Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete az előterjesztést, valamint a meddigetenék tartalmát megismerte és jóvá hagyja, és a Leányfró Termelkügyi Párti 2016 Leányfró Mórizsi Modul 142 adószám, igen, 2015 évi mérlegre számolóját és vezetői levelét összefoglalóját elfogadja. Ezzel egyetértesz kérem. Köszönöm. És akkor a második határozat, ahogy megszültük ott, Leányfró Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy Leányfró Termelföldi Pártja a 2016 évre tervezett bérleti díját a vezetői összefoglaló téli pontjában részletezett fejlesztésekre fordítsa. Ezzel egyetértesz kérem. Köszönöm. Akkor egy hangot.
Jó, és köszönjük Katinának a munkát, most voltam kint, megvan a medence porszívó. Nagyon jó helyre van eltéve, ami onnan is eltűnik, akkor már nincs miről beszélni. A aula közepén, az övöktől egy méterre vagy háromra. Úgyhogy nagyon jó kis utcaváci és már használták is. Tessék? A pénztár mellett, hanem messze a plény mellett, mert az is ott volt, és onnan is eltűnik. Ha megvan, szép-szépek a viszek, a virágot. Ez még nem az élődben volt. Szép-szépek, tiszták a vizek, mert használták a porszívót, és a gyönyörűen vannak a virágos szertek, mint amit mi szoktunk alkotni, de hát a termátőről gazdagabb, mint az önkormányban. Nem szeretik a termátőt. Úgyhogy tényleg jó. Elkészült a sátra is a gyerekmedencének, hát majd alárni, de hát nagyon jól néz ki, mert ilyen vitorlaponyvák vannak kihúzva, és készül a homokozó, valami. Szerintem reméljük, hogy jól lesz az idő és jó szezont járunk. Oké, okay, köszönöm szépen a négy és nagy jelent. Tehát a Rátszó falulapokon költségvetése. Na ugye ez már most elég került egy újabb szófolás, mindenki mi ott van. Hát nem tudom, hogy lehet, mert a pénzügyi bizottság ugye elfogadta a ugye abban végül is 1.870-et tüntettük fel, de András elmondja, hogy miért lehet 80.000-et több. Igazából ez egy... Van a Tahis együttes, ez a Dobogók Ünnepi együttes, akinek az énekesse a Magyar Gábor doktor, és ők már több éve szerettek mindig hozzánk egy egyszer zenélni, és már megértem tavaly is lenni felfüggőket léptetni, és nem került rá sor, és ott megint megkerestek, hogy nagyon szívesen fellépjenek, és kérdeztem, hogy még be lehetne fértetni, tehát a programba be lehetne még fértetni, de 8000 forint, úgyhogy azért van itt a testület előtt ez a variáció, hogy mit szóltok ki ahhoz, hogy ők még fellépjenek, vagy pedig, ha nem támogat a testület, akkor majd jövőre meghívjuk őket, tehát igazából nem fogal különben esetleg. Egy 9 tagú együttes ilyen nemzeti rockot játszanak, szoktak lenni elni, de mindig fellépnek, most meg pénteken lesznek az Eper Fesztiválon, ők lesznek a főprodukció, és hát a is ért mindent, nem tudom. Utólag elárulhatom, hogy a költségvetésben 2 millió forint van betéve. Nem lehet elmondani sem. Úgyhogy nem lehet tudom, hogy 1 millió 5-öt, mert ha 2 millió lett van betéve, akkor most 2 millió 5 miért tartanám. De annyi van betéve, hogy egyébként belefér, de hát mindig én már jobban alatta maradunk. Köszönöm, hát az az igazság, hogy én nem ismerem a zenéjüket, de hogyha már több ízen jelentkeztek és szeretnének lányfalon fellépni, és ez egy műfai váltás ahhoz képest, amit terveztünk eddig, ennyi pénzért én nem vagyok ellenek, sőt, javaslom, mert a paletták bővíti, hogy minden ízlést megpróbáljunk kiszolgálni. Annyit lehet még ezt a szociálni, hogy a maradtunk, hogy a program összeállításánál szeretnénk, hogyha helyi érintettség, illetve helyi kapcsolatvású együttesek zenekarok lépjenek föl. Ennek megfelelően most már négyen vannak, akik valamilyen módon kötődnek Lányfaluhoz, vagy itt lakik, sőt. És akkor öt. Már? Ki még? Nos, igen, dolgok. Tehát akkor még többen. És akkor ezzel nem fogunk összeveszni. Ez az egyik. A másik, hogy ami még hiba volt a pénzügyi bizottsági előterjesztésnél, hogy a nem volt beárazva a Rák Béla kombó és a Vasárnap Dél zenekart, és ott rosszul emlékeztem, 60.000 forintra emlékeztem egyébként, és az 80, tehát így jön ki a 120.000 forintos különbség ahhoz képest, ami a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott. De egyébként ott a kapcsolatosan a programok költségvetéséről beszéltünk egyértelműen, tehát a határozott is.
fogalmazok, köszönöm. És ugye csak ennek kapcsán mondom, hogy bölcs döntés volt az, hogy ugye eltettük a júliusra, mert például most is ugye mondjuk volna a Szeper Fesztivál abszolút összefeküdt volna, úgyhogy szerintem ez így rendben van. No, akkor kijavíthatjuk 1.909.000-re? Ja, be, te akartál vagy? Nem. Nem? Hát az a kérdés, hogy akkor a bizottságnak a 1.875 hangzott terve, vagy a 1.909.000 a mostan végleges költségben is így fog szerepelni. Jó, akkor felolvasom. Tehát látjuk nagy községünk, amely képviselőt 2016. július 22-től 2016. július 23. napja között megrendezésre kerülő 2016 évi falunak bruttó 1.990.000 forintos költségvetési tervezetét jóvá hagyja. Egyet érdemes, hogy nem tudjuk jó. Ötös napi rend. Ugye ez az gyereknappal kapcsolatos. Június 4-én lesz, erre is szerintem örülnék, ha mindenképpen el tudnátok jönni. Nagy Montre rendezvényt szerveztek, én remélem, hogy sikerült nekik, ugye Marozsán... Andrei, nem van ki egy határozat? Próbálom kell. Ja, bocsánat. Egyen, tehát akkor bocsánat, akkor tulajdonképpen ez a pénzügyi része volt, annak határoznak is akkor a programtervezet, tehát Lányfő Nagyközség önkormányzati képviselőtestülete 2016. július 22-től július 23-ig napján kötvényrendésre kerülő 2016 évi falon a programtervezet elfogadja. Akkor ugye mindenki megkapta ezt a mostani érvényes tervezetet. Aki ezzel egyetért? Köszönöm szépen, bocsánat. Jó. És akkor hát el van visszatérve a gyereknapra. Ugye nem olyan nagy összegről van szó, 67.000 forintról. Ha nagyon kíváncsi vagyok az 500-ban, ezt én nagyon-nagyon eltúlzottnak érzem. Hát lehetünk rajta, legyen igazuk. Akkor ezt ők megszervezték, szponzorokat szereztek, összekalapozták erre a pénzt, úgyhogy nekem ennyire hozzájárul a önkormányzat. Van akinek valami? Itt a bizottság támogatja. Jó, tehát a Lányfő Nagyközség önkormányzat pénzügyi és gazdaságtervezési bizottság a Lányfő iskolai alapítvány. Számunk kérdőt jóvá hagyta, és javasolja a képviselőt. Hát ez benne maradt a másik, úgyhogy pedig úgy hangzana, hogy akkor a képviselőtestület elfogadja a Lányfő iskolai alapítvány június 4. napján tartató jótékonysági gyermek rendezvényére 67.120 forintos támogatást. Éter alapanyag beszerzés céljából, és ez egy önkormányzat a 2016 évi költségvetésének általános tartalmi keretére. Keretterére. No, a kérdezően egyetértek. Jó, Orosz Réka kérelme, a pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta, orvostátok a kérelmet, ugye ő azt vállalta, hogy az önkormányzat nem kellő mértékben támogatja a műegyék épületnek a fenntartását, és ezért úgy gondolta, hogy a 70%-os támogatottság adó mértékváltozást azt hogy továbbra is ön kívánta volna tartani. Úgyhogy azt én vagyok. Jó, oké. Úgyhogy nem tudom, hogy kell valamit hozzáfűznünk. Ugye elhangzott ott is, hogy volt bejárás. Megígértük, hogy a Szentkémelyernek utcának azt az oldalán kászegét fogok képíteni, hogy a maradék víz, ami még most befolyik, az se folyik oda. A sarok az meg lehet csinálva, azért a sok vizet elvisz az óvodából följövő. Ezt megígértük, ezt nyáron meg is fogjuk csinálni. Tehát ezzel nincs semmiféle probléma. Többet is szeretett volna, de erre nem tettünk ígéretet. Sem a kerítés építésére, sem a tárfaj építésére. Ez a műszaki problémát megoldja, de ugye a testület nem tud adni ilyen mértékű további támogatást az adóból. Én ahogy készült egy kimutatás, nem túl nagy pénzről van szó, hiszen ilyen a 20%-kal a díjas adó 84.760 forint. Tehát nem egy olyan egetlen összeg, ami miatt
nagyon kénytelen ockodniuk. Gabi? Köszönöm szépen. Én a pénzügyi bizottságon is kifejtettem, hogy nem látom értelmét, illetve indokát annak, hogy Leányfalu műemléki jellegű és műemléki épületeit a közösség finanszírozza. A tulajdonosok kötelessége ezeket az épületeket egyrészt karbantartani, másrészt kalapnak benne, akkor mégis emberi módon lakni. Törvényeink és rendeleteink és határozataink vannak, amely minden Leányfalui lakosra vonatkozik. Akár a kerítésére, akár zöldre, akár az összeg szabálya, és ez mindenkire egyformán. Tehát én nagyon szeretném most is kihangsúlyozni, hogy ne legyenek kivételek. Azért hozunk szabályokat, hogy ezeket a szabályokat betartsuk. És nem szeretném, hogyha a közösségre hárítanák egyesek a kerítés építéstől a ház karbantartásáig a költségeiket azon a jobb címen, hogy műemléképületben vannak. A műemléképület tulajdonosa tisztában van a műemléki törvény alapján, hogy milyen kötelezettségek vannak, nem a közösség feladata. Különös tekintettel akkor nem, hogyha ez magánház és a közösségnek azon kívül, hogy tudja, hogy létezik a faluban, semmiféle hozzáférése, megtekintési lehetőség egyébben nincs. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a bizottsági javaslatnak, és támogatom. Köszönöm a szó. Én meg annak örülök, hogy kb. 3-4 cikluson keresztül megoldódik az a képviselői magatartás, amikor még megígértük, hogy a vízelvezetést megcsináljuk. És akkor ott a járda, illetve az a vízelvezetés, az iskola felén az egy 10-12 éves mulasztás. Ezért teljesen egyetértek a Gabi kiegészítés, csak az, hogy a törvények ugye rendelkezésre állnak, és ezeket a törvényeket mindenhol betartatjuk, és külön törvényeket nem tudunk alkalmazni egy házra, hanem azokra a házakra hoztunk egy törvényt, aminek a kedvezményét meg is kapta, tudomásom szerint. Köszönöm a szót. András, nem kívánom vitatni a Gabi és a bevének véleményét, csak annyit teszek hozzá, hogy ugyanakkor azért a közösség számára is egyfajta hasznot hoz az, hogy vannak ilyen épületeink, tehát azért nem lehet azt mondani egyáltalán, tehát hogy a közösség semmilyen szerepet nem vállal, mert azért az, hogy Leányfalunak vannak ilyen szép villái, az azért az egy közösség számára is fontos, hogy legyen szempontjából is fontos lehet. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy az ami az adótörvényünkben benne van, a kedvezményt adunk, tehát valamennyire bele kell folyni ebbe, tehát valamennyi viszonylag, mert hogyha valaki beleszületik egy ilyen házba, mint ők is, akkor nyilván ugyanakkor a teherre számunk, amit örömt, tehát azért bele kell gondolni abban, hogy neki se könnyű az, hogy ugye nem nyúlhatnak hozzá, egy csomó megkötöttség van, tehát egy kicsit azért legyünk velük is empatikusabb, amennyire lehet, de annyira vagyunk is, tehát ebben nincsen probléma. Köszönöm, bocsánat, de nem mindenkire vonatkoznak a törvények, illetve rendeletek, többek között az is, hogy támogatjuk azokat a lakókat az adórendeletnek megfelelően. Ezzel semmi gond, de ha elmész a kerítés mellett, akkor úgy néz ki, mint egy szegény ház, a támogatás ide vagy oda, mert nem hozzák rendbe, és szégyen, hogy néz ki. Tulajdonképpen szabálysértés lejárásnak kéne indítani. Kötelessége a saját házát karbantartani. Tehát a készségű egy megkötést jelentés, de attól még a karbantartást meg kell csinálni, ha ez nem ellenőrznék, akkor is meg kellene csinálni. Azon el lehet gondolkodni, hogyha ugye fogunk majd remélhetőleg egy adórendeletet módosítani, akkor hogy vagy a mértéke legyen magasabb ennek a támogatásnak, de úgy általában minden jön létre. Lehet ezen megmondani, 20%, vagy 30%, de most ez az érvényes rendelet, hogy 20%-ra 20%-ra meg fogja kapni. Egyébként teljesen egyetértek azzal, amit a Gabi mondott, az épület jó, egyrészt van egy kötelezettségünk, tehát még a helyi védelemre védelem alá helyezett saját házainkra, saját épületeinkre is van egy kötelezettség, egy jó karbantartási kötelezettség is a legnagyobb probléma. Tehát azért döntöttünk úgy, hogy mindenféleképpen megcsináljuk ezt a kiemelt szegélyt, hogy ne lehessen azt mondani, hogy befolyik a telekbe a víz. Mert egyébként nem attól ázik a ház, hogy befolyik a telekbe a víz, mert mire a telekig elér, addig 125 000 szer elszivárog, tehát nem jut el a házig. A
A jó karbantartási kötelezettségre az is hozzátartozik, egyébként itt az előnke is kifejtette, hogy nincs megoldva a csapadékvíz elvezetése az épületnek, korábban a saját épületének. Most megoldjuk azt, hogy ne folyjon be a víz, akkor innentől kezdve az már nem lehet ok, hogy amiatt ázik az épület. Tehát én azt gondolom, hogy most is azáltal, hogy a nagykapun kizúduló telekről kizúduló, vagy az óvodaudvarról kizúduló víz, az már önmagában a Móricz közön jön lefelé, azzal a sarok megoldással az már rendben van. De valóban az van, hogy egyébként meg még mindig van erre esélye. De hogyha elkészül egy K-szegélyes, kiemelt szegélyes, amire föl tudnak az autók parkolni, túl lesz emelve egy 5-10 cm-rel az a parkoló rész, ahova párhuzamosan beállnak az autók, én azt gondolom, hogy ez működik. Az, hogy támfalat, kerítést, mindenfélét építsünk, az egyrészt egy horror összeg. Ráadásul még egy van, egy korábbi határozatban volt egy olyan kérelmük, hogy ezt mindezt ők úgy szeretnék, ha megvalósul, hogy a növényzetnek károsodjon. Tehát az meg aztán pláne megvalósíthatatlan, hogy ott növényzet. Tehát most tulajdonképpen teljesen jó helyen van. Ha valakinek megy autóval, befolyásolja ki ebbe, akkor is. Tehát én szerintem ez így most jó megoldás lesz, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy már minden az ő saját feladatuk, hogy az épület vizesedését megakadályozza. Köszönöm. Köszönöm, csak egy mondat kiegészítésképpen, tehát én neked azt mondom, hogy András, ne haragudj. Tehát ha hoztunk egy törvényt, ami az adórendelet és a házakra vonatkozó történet, és ezt kidolgoztunk egy adórendeletet, akkor ehhez nekünk úgy a kötelességi tartalmunkat mindaddig, amíg ezt át nem dolgozunk, és akkor te úgy gondolod, hogy akkor te egy határozatjavaslatot szeretnél, hogy ezeket kiemeltebben kezeljük, hogy a 20% legyen 25 vagy 30, akkor majd megvitatjuk, de azután az is kötelezővé válik mindenki számára. Tehát menet közben ilyen egyéni dolgokat nem tudunk csinálni, és ez jó lenne, hogyha tájékoztatásul megküldenénk, hogy ilyen nincs. Köszönöm szépen. Kísérő levélbe írva. Ugye a adórendeletben már ki ilyen jellegű dolgok fölmerülhet, mert ugye a házigorvosok meg az orvos megkérte a lábamentességét. De majd ez... Iparüzési mentességét. Jó, hát erről is majd akkor el kell gondolkodni. Meg kell viselni a cselekvőt. Igen. Jó, tehát akkor úgy néz ki a határozó javaslat, hogy Lányfő Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete Sáfárné Kolokoréka 417-2016 számú kérelmét, különösen az építményanyagú 70%-os kedvezményes megállapítását 2014-től folytatólagosan a Szent Imre Herceg utca előtt károsodás megszüntetésére elutasítja. Akkor a pályázat, ami ugye most készülne. Ugye már a napirendelőt beszéltünk róla, hogy ezt a pályázatot szeretnénk megnyújtani, de egy új lehetőség, hogy egy ABCD pont volt, fölmerült a termálfűző részéről, hogy tudna csatlakozni, a sportszélű részt is tartalmaz. Ez most már belekerült, és ugye itt a tárgyi javaslat megfogalmazva. Ez egyik az a 15 millió forintot, a másikra pedig 20 millió forintot lehet élni. Mi már az nem úgy volna, akkor az a kész volt vagyunk, tehát az úton kész vagyunk, ott az egész utcának a felmaradó részének a szőnyegezése lenne benne. Azt megcsináltattuk, magasul nagyon gyors volt, úgyhogy ez el is készült, de most bevártuk a tűnőnkének a tervezői költségvetését elve, és akkor tulajdonképpen mind a két részletre tudjuk jutani a lényeg a cél részek erre a pályázatra. Ula? Szeretném megkérdezni, hogy valamennyit meséljétek már el, hogy ez mi lesz ez a bővítés, hogy mi lesz volna. Hát, őszintén... A Strammnál, vagy az útnál tudjuk, de hogy a... Attila elkénye van, hogy mit terveztek. Mit terveztek? Köszönöm szépen. Látva a pályázati írásnak a szövegét,
és hogy elég meghatározott a filmnek a lehetősége, hogy milyen sportcélunk, illetve a jó tudom, a pályázati írás ugye azt mondta, hogy iskolás, óvodás iskolás gyermekeknek az olyan bekapcsolása, vagy egy meglévő instrumentumnak a fejlesztése, amelyeket ők az iskolai testnevelési órák keretében, vagy egyéb sportfoglalkozások keretében ugye tudnak használni nálunk. Nagyon-nagyon régóta nálam a fájó hiányosságunk, hogy nincsen olyan épületünk, ami csoportos öltözőnek mondható, arra megfelelő, legyen ez akár az iskolai oktatásra kapcsolatos, nagy tömegű gyermekeknek a kezelése, vagy akár, és tudom, hogy ez most nem téma, de mégis megjelenik egyfajta igényként ugye a Kópénál, amikor jönnek a különböző korosztályok, és ott az együttélésük hát némi szervezetlenségre. Ebben szeretnénk elindulni, a meglévő kisöltözőt, amit hátul a párhuzamosan az úszómedencénél van, azt körülbelül ugyanakkor alapterületű épülettel kiegészítve, tulajdonképpen annak a szimmetriáját elképzelve, azért, hogy a téli sátorállításnál a folyosót, a közlekedő folyosót azt továbbra is biztosítani tudjuk a téli üzemhez. Egy minimális vizes blokkal, inkább a zöldöző jelleget kiemelve, nagyjából egy egyidejű 15-15 főnek a biztos öltözését garantálva képzeltük el. Ezt Quirinemők a mai napon felmérte, ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatban egy költségbeszélést készített, illetve tudom, hogy elkezdte a műszaki tartalomnak a kidolgozását. Kérdezzetek esetleg még. Köszönöm. Tehát ez a Tahisi felületének oldala. Ott van néhány fa, akkor azokat sajnos kell. Csak egy fa van már, csak azok között. Aha. És akkor az ő terület kicsit kisebb lesz. Igen. Köszönöm szépen. Mondjuk a tanulmányokat, még nem mondtad, hogy kisebb lesz az ötlet. Jó, szóval építési engedély köteles. De ahol építési engedélyt adják a pályázatokat, aztán ilyen veszem október 5-én így kell bejutani a tanulmányokat. Ugye valószínűleg ki fognak zárni, hát reméljük, hogy sikerül. Ha betegy, ez ott nagy eséllyel, ez csak erre még időtés után fogjuk átadni. Jó. Jó? Oké. Köszönöm szépen. Jó. Akkor beírom az ön részt, mondom, hogy mennyi lett az ön részt, hát Ernike mondott, a teljes költségvetése 23.529.000 forint, és a 15% önrész az 3.529.300 forint. Ez a, akkor a, ez a nem útépítése, ilyesmi, akkor ez az általános tartalék keret. Akkor olvasom a tárgyi javaslatokat, itt akkor elég sok lesz. Tehát a Lánchíd Nagyközségű Kormányzatának képviselőtestülete megismerte az előterjesztés egyes számú merületet képező Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi százas törvény harmadik merléklet, második római 2-3 pontja B-szerinti önkormányzati fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívását. Felhatalomra a Botman János polgármester a Jáncsfalvi Nagyközség önkormányzatának erre vonatkozó pályázat benyújtására az EBR 42-es rendszeren keresztül. Ezzel egyetért az. Jáncsfalvi Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul a pályázathoz szükséges 15%-os saját forrás mindössze 3.529.350 forint biztosításához az általános tartalék keretben élne. Jó, nagy hang. És akkor a másik, az út része, az első rész az ugyanaz majdnem. Tehát a Lányfalú Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete megismerte az előterjesztés egyes számú merületét képező Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi százas törvény harmadik melléklet római 2-3 pont C pont szerinti ez a különbség csak önkormányzati fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat felhívását és felhatalomra ahhoz, mely a polgármester úr a Lányfalú Nagyközség önkormányzatának erre vonatkozó pályázat benyújtására az EBR 42-es rendszeren keresztül egyetlen. Jó, egy hangos, vagy ez kapcsolódó
pénz, Lányfőd Nagyközség Önkormányzatnak képviselőtestülete hozzájárul a pályázathoz szükséges 15%-os önerő saját forrás mindösszesen 2 millió 250 ezer forint biztosítása, ahol fáradtan szállítani teremtelére. Hát reméljük, hogy jó lesz. És most akkor ezzel együtt az 4 pályázatot, ha ezt beadjuk, akkor már 4 pályázatunk van benne. Ja, akkor igen. Tehát egy pályázat van. Akkor lesz. Jó. Ezt a pénzügyi ügyészség tárgyalta szintén. A 8-as napi rendet. Ugye erről szólna, hogy a január 1-től az önkormányzatok változott a ellátásnak a rendje, a családsegítő gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában. Ugye eddig egy szervezet csinálta, mármint január 1-i, akik közvetlenül kapták az állami támogatást. Ez a lehetőség megszűnt, és a járásoknál kellett ilyen szervezeteket létrehozni, mert az állam támogat, és a önkormányzatoknak lett kötelessége, hogy ezt a feladatot pedig helyszinten megoldja. Ugye úgy döntöttünk akkor, mert akkor ez nem került nekünk semmiféle pénzbe, hogy 2015-ben, még 2016-ban még úgy maradunk, hogy a megmaradt összeg ilyen felturbozott költségvetéssel a Szentendre a gesztori teendőket ellátva ezt a funkciót meg fogja csinálni. De van arra szansz, hogy egy kicsit több lenne ez 2017-re. Az előzetes beszések szerint az első 4 hónap a költségei alapján erre van esély. Nem sok nagyon kiszámoltam, hogy 500 ezer forint éves szintes plusz költséget jelentene. Tehát ugyan nincs még évvégi költségvetés. A kínos az, hogyha mi ki akarunk ebből lépni, meg úgy érezzük, hogy nem szeretnénk ezt anyagilag hozzájárulni, akkor ezt meg kell jelenteni június 15-éig. És akkor ez egy előre menő működési lehetőség lenne. Ugye nekünk létezik ez a szervezetünk, ez a DÖT, ami ugye a tűzoltó és mentőállomásnak a létrehozására alapul. Erre megvan a építési engedély, ezt most hosszabbítottuk. Nem tartalmazta alapító kirata ezt a lehetőséget, és ebben az alapító kiratban belekerült most ez a tevékenységi kör, erről szól. Nem kötelez semmire bennünket, nincs lezárva az ügy, szentendével június elején fogunk tárgyalni. Én szerintem ők a maga szervezet, ugyanaz, aki korábban volt, ezt hogy hívják be, hogy? Többször beszámolt itt nálunk, nem teszem a párhatot, és akkor ő szerintem akarja ezt, és nagy esélye fogunk tudni alkudozni egy picit vele, és akkor talán beleférünk ugyanúgy a költségvetésbe, és akkor ezt nem kell ezt feladatot átvállalni. Ugye ez nagyon jól hangzik, hogy ezt még megvalósítanám, tehát hogy ez egy új szervezetnek a működését jelenteni. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen munkát. Még hogyha a gesztor, a TAI és önkormányzat, vagy a TAI kontroll önkormányzat, akkor is. Úgyhogy csak erről szól a módosítás. Valakinek valami? Hát végülis ez a önkormányzati szövetség találta ki ezt a dolgot, hogy ez kerüljön bele. Tehát nem csak a mi saját ötletünk, hogy legyen benne, hanem ezt szeretnék az összes környező település, akivel egyébként ez már szóba került ennek a lehetősége, hogy ebből szálljunk ki. Abban, és igen, volt a határozatunk, hogy abban az esetben maradunk csak benne, hogyha az az állami támogatás, amit egy az egybe átteszünk Szentendérre, az nem változik, az igény nem változik. Hogyha ez elég, akkor maradunk annál a szervezetnél. Jó, hát is akkor. Látható, hogy ugye 7 településről van szó. Nyilván a kondíciók változnak, mert valaki azt mondja, hogy nem kíván ezzel foglalkozni, és azt mondja, hogy akkor ő nem lép ki belőle, akkor az anyagi terület is változnak, úgyhogy meglátjuk. Már kezdeményeztek még a szeptember előtt egy újabb döntülés, nem tudom milyen új fejlemény kerekedett ki, úgyhogy most egy időpont egyeztetés van a jövő elejére, hogy akkor
ezzel kapcsolatban még lesz valami még mielőtt a szerintem illetve a karöltve a szervezet megadja az új ajánlatát. Akkor úgy néz ki a határozati javaslat, hogy látva a nagyközség önkormányzat képviselőkkel úgy határoz, hogy a Dunakanyar küzdvédelemre és kihelyezett mentőszolgálati feladatok ellátására létrejött önkormányzati társulás 2021 Tajtó Frankos Udajos utca 4, 2011. július 27 napján kell társadalmi megalapítására módosításához hozzájárul. Ez egy az ötödik módosítása, aki ezzel egyetlen. Itt igen, egy hangi. Én azért titkom azért teszem, hogy reménykedem, hogy sikerül megállapodni, mert aztán végig nincsen erőben kapacitás, hogy ezt még akkor különbözőképpen így azért nem sok gond van vele. Jó, 9-es. A gyermekjólétét. Ezt mondtam a pénzügyi bizottságban is, hogy ezt elmulasztottuk, tehát ez még tulajdonképpen arról a szervezetről van szó, amiből most ki szeretnénk írni. Ugye az alapítók élet módosítása sávhoz kellett volna hozzunk egy határozatot, de ezt már felejtettük. Úgyhogy ezt fölhívták a figyelmüket ezen az ülésen, hogy ezt kéne pótolni, ami hát szintén arról szólt, ugye, hogy ez a szervezet föl tudjon állni. Látható a megjelentem a merikletet. Én kis a névváltoztatás, egy kisebb felvett újabb tevékenységi kör ilyennel lett kiegészítve ez. Ez egy hatalmas dolog. Most éppen ebből legalább látható, hogy az a szép hosszú nevű társulás, hogy milyen neve. Úgyhogy ez kérem, hogy akkor ha nincsen, mi akkor felolvasom. Hát látom, a nagyközség önkormányzatban a képviselőtetője úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező tartalomány jóvá hagyja a Dunakanyar család és gyermekjóléti intézményben tartó társulás társulási megállapodásának módosítását, együtt a felhatalmaz a polgármesteri parancsnok aláírására. Ugye ne tettek meg a kérdést. Köszönöm. Tehát ezt meg kell tartani egy hónappal ezelőtt. Elfelejtettük. És akkor a 10-es, hát erről nem tudtok, ez azóta érkezett, csak gondoltam, nem húzom az időt, ugye a mentőszolgálat, láthatjátok a Szentendrei Őrsőhöz kért, azt mondta, hogy bármilyen szerint támogatást olvassátok a bekapcsolt levelet. Én gondoltam, hogy talán betegellátás érdekében, talán nem akkor a teljesen az 50 ezer forintra megadható, de ha a bizottság nem tárgyalta, ezt is elutasíthatja, nem semmi. Kötelezettség nincs, hogy ne hagyjuk egy hónapra később. Minek a tervezők? Hát tartalék előtt. Tartja. És végül is, hogy... Te megvan, hogy megvan. Csináljuk. Persze. Jó. Mennyi a... Mennyi a többi tervezés? Nem tudom. Hát tényleg nem is szerényed összeget szerintem hatható. Én úgy gondolom. Nem a szerint. Nem én inkább tudom. Nem tudok róla. Tehát én nem kérdeztem meg a hölgyet, mert hogyha meg hányan hoztak már erről a határozatot. Nem tudom. De azt mondta, hogy bármilyen csekkét én mondtam, hogy nem vagyunk olyan nagyon gazdagok. Az 50 ezer forint, hát ők annak is nagyon gazdagok. Hát biztos, hogy nincsenek jó helyzet. Mindenki azt megkeresnek. Jó? Akkor felolvasom a határozatot, az Önkormányzati Önkormányzat Képviselőtestülete, az Országos Mentőszolgálati Alapítvány 2016. május 24-én kell kérem, hogy megismerte, és úgy dönt, hogy az alapítvány egyszerű 50 ezer forint támogatáson részlet is végig, 2016 évi költségvetési tervére a tartalék pillanatban, a tartalék előtt tervére. Ez egyébként. Jó, ide kapcsolódik, azt mondom, hogy a defibrillátora megvan a falnak. Úgyhogy még most folyik a nyomozás, nyomozza, hogy hol van a határozat, mert erről volt szerintem még 13-an határozott, amikor a kerítést engedélyeztük, akkor ahhoz hozzájárultuk, de a defibrillátor nem volt még akkor meg, és akkor szerepelt testületi határozatban, hogy mennyit adunk hozzá, nem fizettük ki még a rányító részt belőle, de mindenki tudja róla, hogy itt van föl kulcs, a készülék le van a sportkörnek az előterében, tehát ha ilyen bárki van. És ezen is tudja? Le van írva, tehát ők tartottak egy abszolút le van írva, tehát de mondja is, hogy készülék, hogy mit csináljuk, hogy előállók van. Úgyhogy... Szügyesen. Tehát most, hogyha általában a sport, vételő sport kapcsán lehet rá majd szükség,
Tehát, hogy valami van, akkor mindenki gondolva, hogy van ilyen. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat épületében van, ezt azért, ha más nem, minden önkormányzati dolgozónak, vagy akár képviselőnek is tudnia kell és a saját köreiben kell érteni, hogy amennyiben probléma van, ez a berendezés itt van, és ha ne adja úristen valakinek szüksége lenne rá, akkor itt lehet megtalálni, mert nem vagyunk olyan nagyon nagy település, életeket lehet ezzel menteni, hogy tudja az ember, tudja a lakosság, hogy hol találjon meg. A föld a kulcsnálából be van lakasztva, egy kis szekrénybe van bezárva az előtérbe, ott megtaláltuk a kulcsok, akkor két kulcsra ki lehet hozni, és működik a kis dolgokra tartok erről egy ilyen, üzemben nem helyezték meg, ugyanis hogy üzemben helyezik, ebben van valami ilyen cucc, ami csekkelik el, és az elég drága. Tehát utána akkor az ott van. Jó, tehát amikor üzemképes lesz. De ott elmondtad, hogy igen, nem, de ez maga, ez üzemképes. Üzemképes, csak a használod. Tehát, hogyha egyszer kisütöd, akkor utána ott van. Hogy van egy valami dolgot, ezért nem tették el a gyerben, és próbálták meg, hogy valami működik. De azt mondja, én is úgy tudom, mert már hallottam róla, hogy ez elmondta tökéletesen, hogy most akkor tett oda, itt a pancsot, mint tudom én. Mert... Láttunk el egy primitát csak. De nem elmondja, tehát ez működik. Hogy kell szabadni a kulcsért, és nem kell a kulcsért, és nem az állat hivatkozni. Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy szekulti neki odaadni. Szekulti neki odaadni. Ez nem lett valami normálisabb keretem. Nem jutott jobb eszünknek. Már megmondtam, hogy a bocsánat, hogy... Attila? Én is akkor szállítottam a közönséget, bár mehetett pont még azt mondja, jó pár alkalommal, hogy a fürdésen vetezik ilyen berendezéssel. És a picit az a különlegességet, amit nem ezt az eszközt nem ismer, ugye miénk alkalmas gyermekeknek a kiütésére is. Ugyanis másnak pancsot kell használni egy felnőtt esetében, mint egy gyermek esetében. Tehát, hogyha olyan a helyzet, hogy 12-14 év alatti gyermekről van szó, ezt a készüléket nem ismerve. Az őrszolgálatnál van a miénknek az elérhetősége, az őrszolgálat mutatása, ismeri is, és tudják ezt használni, ezt minden évben gyakoroltatjuk, hogy úgy gondoljátok, akkor tudjátok róla, hogy ott is van ilyen eszköz, és igénybe lehet venni. Egyszer már mi használtuk ezt, akkor a parkolóba egy bácsinak az életét ez időszakosan, de visszahozta, aztán mégis egy másfajta összefüggésében, de elment hozódni. Úgyhogy végül is már is egy sikeres bevetésen megpróbál. Amit ti mondtatok, a használattal együtt ugye egyrészt a tapancsokat esetenként cserélni kell, másrészt az akkumulátor csak bizonyos töltést enged, töltöttséget enged, vagy a kisütést enged. Tehát ebben a szempontból mindig egy ilyen próbaváltozatot szoktak legalábbis nálunk a gyakorlatoknál elhozni, azzal lehet próbálkozni. Ezek az élesek, az tényleg csak arra való, hogy amikor ott vagy, akkor legyen. És egyetlen egy jó tanács is minden nedves testre senki ne használja. Tehát mindig át kell terülni, izzadság, bármi érheti, vagy zuhanyzás közben történik valakire ilyen probléma. Csak is száraz testen lehet a... Ugye ez egy elektromosság az átmenet szervezetén. Jó? Köszönjük. Köszönjük. Mindenki elgondolkodik, hogy fogadjunk, hiszen nem tudjuk jobb megoldást. Jó, és például egyszerűen most képzeld, hogy itt valaki ott van, el kell menni egy kulcsért, onnan meg a másik van, egy zöld kulcsot el kell. Szóval problémásabb a dolog. Most ez jó, hogy itt van a központban, De én legjobb helyen akkor utalnám a labdarúgóknál lenne, hiszen csak nekik van kulcsuk, nem? Csak kulcs meg itt van. Van nálunk, akik felakasztja a kulcsuk. Na de hát ők tudják, ők azonnak itt ugye. Ők azonnak. Az jó. De hogy nem lehet, hogy értetett, hogy kinél van működik, hogy értesítő, hogy nála van a kulcs. Arra gondolok, hogy ha van itt valami probléma, akkor tudjuk, hogy itt van, és ha ott van egy, hogy értesítve a telefonon, akkor az jön, vagy hogy hol a kulcs vagy. Hát nálunk itt fönn van egy tartalékkulcs, tehát ha az utcán történik, vagy valahol itt, mert megpróbálkoztuk azzal, hogy a molnak is adni, itt a molnak meg kellett. Ahogy ide például van a gombában van. Tehát ott gombában közvetlenül leíthatnak, tehát ilyen részek újra érdekes és alkohol. Gombában van fúrra a helységben, tehát be tudnak jutni. Jó? Hát ha nincs ezzel, akkor köszönöm a részvételt.